A nappali tagozaton tanulók a tanulmányaik folytatása idején a hallgatói jogviszonyukra tekintettel ingyenes egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, olvasható a NAV tájékoztatójában. Azonban már fizetési kötelezettségük van azoknak, akik már a tanulmányaikat idén-nyáron befejezték és nem álltak munkába, valamint az állástalan levelező hallgatóknak is rendezniük kell jogviszonyukat. Nagyon sokan nem tudják, hogy akik nem nappali tagozaton folytatják a tanulmányaikat, hanem levelező tagozaton megkezdett tanulmányaikat követő 45 napig érvényes még az egészségbiztosítási szolgáltatásukra való jogosultságuk. Tehát az azt jelenti, hogy ingyenesen még 45 napig vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. Azok, akik pedig befejezték már a tanulmányaikat az idén, december 15-éig jogosultak erre a szolgáltatásra ingyenesen. Ettől követően, vagy ezektől a napoktól követően természetesen saját maguknak kell befizetni ezt a 6930 forintot. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot minden érintettnek meg kell fizetnie havonta, függetlenül attól, hogy orvosi szolgáltatást, ellátást igénybe vesz-e vagy sem. A fizetési kötelezettség szabályszerű teljesítése érdekében a NAV felé adatlapon kell bejelentést tenni.